Jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Folytatjuk sorozatunkat, amelyben köszöntjük azokat a székesfehérváriakat, akik március 15-én nemzeti ünnepünkön elismerést vehettek át. Vendégem Fiedel László, ötszörös világbajnok, olimpiai ezüstérmes kajakkenus. Szervusz! A magyar érdemrend lovak keresztpolgári tagozatát vehetted át Balogh Zoltán miniszter úrtól március 15-ével. Gratulálok minden sportkedvelő és minden nem sportkedvelő székesfehérvári nevében. Én azt gondolom, hogy jó helyre került ez az elismerés, hiszen meghatározó szereplője vagy voltál a magyar kajakkenu sportnak, a magyar sportnak általában, nem különben Székesfehérváron természetesen. Nos, hát evezz a mélyre. Beszéljünk egy kicsit, hogy miként választott egy váci kisfiú magának sportágat. Emlékezzünk. Tulajdonképpen nem volt nehéz dolgom, mert mondhatnám azt, hogy a Dunaparton laktunk, meg édesanyám most is ott lakik, úgyhogy gyakorlatilag kimentem az utcára, és ott mentek a hajók előttem. Tehát ez az egyik része. Másik része meg az, hogy annyiban volt indítatásom, hogy a nővérem akkor már kajakozott, és akkor így kerültem közel aztán a sportákhoz. Tehát kajakkenu. És miért kajak? Na, ez egy jó kérdés. Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy mindenki a kajakkal kezdi. Annak ellenére lehet, hogy kenus lesz belőle, de maga a kajak az úgy gondolom, hogy mindenkihez közelebb áll. És akkor utána szelektálódnak. Egyébként én kenus akartam lenni, de valahogy aztán úgy alakult, hogy mégis kajakos maradtam. Kajakosként kezdtem. Nem jöttek úgy a sikerek gyerekként, és így a kajakos edzés után megcsináltam a kenus edzést is. És edzőmnek mondtam, hogy én mégiscsak kenus szeretnék lenni. Mondta, hogy jó, akkor ez az év nem sikerül, lehettem 9 éves, tehát hosszú távú gondolkodás azért még annyira nem volt, akkor átmehetsz kenuba. És akkor úgy alakult, hogy az az évem, hogy egy kicsit jobban sikerült, és akkor így meg is történt a választás. Igen. Kifedezte fel a tehetséged, hiszen nagyon sokan elkezdenek egy sportágat, és általában a tehetség és a szorgalom arányát, majd erről beszélünk úgy is, hogy ez körülbelül a kajakkenuban hogy van, de azért a tehetséghez sokkal több is kell, tehát nem elég. Ki mondta, hogy Fiedel Laci, egy tehetséges srác, neked meg kell maradnod ennél a sportágnál, ha törik, ha szakad? Hát ez elég későn következett be egyébként, mint ahogy mondottam is. Én úgy gondolom, hogy a tehetség az majd később mutatkozik meg. Elsősorban én úgy gondolom, hogy a szorgalom, a kitartás, a rátermettség, a csapatba való beilleszkedés. Én úgy gondolom, hogy ez az első, ami fontos. És aztán, amikor ifjúsági korba érkezik valaki, nyilván azért ez látszik azért már valahol az elején is. Tehát gondolom az edzők azért nem szívesen engedik el azt a sportolót, aki látják, hogy viszonylag jól áll a dolgokhoz, alázattal bír a sport iránt, tehát nyilván azért ez megmutatkozik, ha még tudat alatt akkor is. Egy 10-12 éves gyerek nem úgy áll neki szerintem, hogy én olimpiát akarok nyerni, de tartozik valahova, egy jó családba, van rendszer az életébe, szeret oda járni, ha nem is a sport miatt, de az edző miatt, ugye gyerekkorban ez még nagyon fontos, hogy kötődik egy edzőhöz, akit szeret, és ezután kezd kialakulni az, hogy talán lehet a tehetség részét is bevonni ebbe az egészbe. Cserekei József volt a nevelőedződ. Mit köszönhetsz neki? Általában egy kisrácnak az első edzője az mindig alap, ha később szeretné sokra vinni, és veled így történt. Cserekei Józsi az, én úgy gondolom, hogy példát mutatott a világnak, annál is inkább, mivel egy Gyulai Zsolt, egy Dónusz Évi szintén a váci műhelyből került ki. Hát most erről egy hétig tudnék mesélni, de amiket elmondtam, ez mindig az volt rá, tehát embert faragott belőlünk, és megmutatta, hogy kell edzenünk. Ez nagyon fontos, mert ugye a mai fiataloknak nem azt kell megtanítanom, hogy kell kajakozni, így forgasd a lapátot, vagy úgy fogjad, hanem edzeni, megtanulni. És ugye
a mai világban azért más dimenzióban vagyunk. Nehéz a gyerekeket fölállítani a karosszékből, és letetetni a telefont, a számítógépet. Ugye nem mondtam újat, nem is akarom ezt tovább forszírozni, de valahol itt van ennek az egésznek a rákfeje, és ebbe volt ő ügyes. Hogy áll össze, arányosítsuk a technikát és az erőt. Ugye általában kolléga nőim szokták nézni a kajakosokat, kenusokat, hiszen fantasztikus alkatot ad egyik oldalról. A másik oldalon kevesen tudják, hogy egy rendkívül technikás sportágról van szó. Tehát ez nem csak úgy van, hogy kezünkbe veszünk egy lapátot és evezgetünk, hanem egy rendkívül technikát igényel. Igen, kevés olyan sport van, mint a kajak, hogy eszközzel eszközt mozgatunk. Ugye kezünkben van a lapát, ülünk a hajóba, és evezünk egy viszonylag furcsa felületen a vízen. Tehát ez egy eléggé összetett sportág. Gyakorlás, én azt mondom. Gyakorlás, figyelem. Én nagyon sokat technikáztam annak idején. Engem sokat cikiztek ez miatt, de én úgy gondolom, hogy a stílus, a mozgás az első. Nyilván ezt lehet aztán edzeni, millió egy dolgot csinálni célirányosan, de maga a stílus az nagyon fontos, én úgy gondolom. Felcseperedtél és Győr. Miért választottad Győrt? Úgy gondoltad, hogy az előrelépés záloga, hogy klubot válts? Ez annyira nem volt tudatos. Én azon a nyáron a győriekkel eveztem együtt, Gyulai Zsolt és két győri srác. Indultunk az IBV-n, akkor még ifik voltunk, ott nagyon jó eredményt értünk el, egy bronzérmet szereztünk, indultunk az Európa-bajnokságon, ott már kevésbé, viszont ott idősebbekkel versenyeztünk. És nagyon tetszett az a rendszer, az a felépítés, ami ott van. A Váci hajóban akkor eléggé rossz volt a helyzet, elküldték az edzőmet, nagy keszekusza volt a felállás, és ez egy jól alakult ez az egész, és én úgy gondoltam, hogy én most váltok egyet. És Győrbe mentem, nem bántam meg, ott szereztem két Európa-bajnokságot az Olival párosba, ott indult el ez az egész igazából. Négy esztendő, felnőttél, a csúcspontja, mondom én, bizonyos értelemben kívülállóként, hogy 1983-ban az év sportolója lettél Győrben, Győr-Sopron megyében. Ugye Borkai Zsolt, kéne ismerni az olimpiai bajnoktornászunkat, Povázsán Kati, egy remek kajakkenus, és az IFI-ben 18 esztendősen pedig te magad. Ennek ellenére mégis elindultál egy másik úton, a következő 10 esztendőre, ami meghatározta a pályafutásodat immáron Székesfehérvár a Köfém. Mi hozott ide hozzánk, ha úgy tetszik, most már haza? Ehhez hozzátartozik azért, hogy nem voltam sose egyszerű eset a sportban, és mindig megvoltak az elképzeléseim. És én akkor úgy éreztem, hogy egy leszálló ágba kerültem, és egy váltásra van szükségem. És nagyon kapóra jött, hogy az Olival jött, mentem párost, és akkor ismertem a Dunai Pista bácsit, az edzőjét, és akkor úgy gondoltam, hogy ez egy jó váltás lesz. És az élet fintora ráadásul úgy hozta, hogy viszonylag elég sok életem, tehát pályafutáson felét máshol töltöttem, de az összes világbajnokságot, meg az olimpiai ezüstöt ide nyertem Fehérvárban. Igen, hála Istennek mondom én. Úgyhogy ez egy érdekes és egyben egy szerencsés helyzet. Aztán telt múlt az idő, és rábukkantatok egymásra, Sári Nándorral. Az egy csoda találkozás, így utólag, sportkedvelőként mondom. Igen, hát ott ugye megint adódott egy olyan helyzet, hogy a 88-as olimpia nem sikerült, és akkor is úgy gondoltam, hogy egy váltásra van szükségem. Láttam, hogy a Nándék dübörögnek, Pajzs Gabi, Sindele Zsolti, és a fiatalok, és akkor én mondtam, hogy nekem úgy gondolom, hogy váltanom kell. És ez így is lett, átmentem a Nándihoz, és akkor egy nagyon keserves alapozás után sikerült újra visszaverekednem magam. No, de hát ugye elhagytuk, és ez szándékos volt, hiszen egy kicsit hosszabban kéne beszélgetnünk. Ugye ötszörös világbajnok vagy, egy páros 4-4-es, fantasztikus összeállításban, jószerűen ugyanabban az összeállításban, ahogy tetszik, illetve Csipes Ferivel említettük, ez a fantasztikus páros siker, ahol sajnos nem lehettél az év sportolója csapatban, viszont ez is kárpótolt, hiszen 91-ben pedig ti lettetek az év csapata, de erről is később olimpia
mindenkinek az olimpia az álma. Számomra, mondom, sportkedvelőként és sporttal hivatásszerűen is foglalkozóként, az annyira természetes volt, hogy a 88-as, 4-esben ott a helyed, és meg kell mondanom, hogy szentségeltünk, amikor kiderült, hogy a Hódosi utazik, és csak tartalék lehetsz. Ez egy szakadék egy köznapi embernek, de egy sportoló miként éli ezt meg? Utólag azt mondom, hogy már nem annyira fáj, ott akkor egy kicsit fájdalmas pont volt. Ez, igen, azt mondtad, ez sokáig lehetne taglalni, volt ebben szakmai, volt ebben, én úgy gondolom, hogy egy főváros vidék vonzata is volt, így utólag, ahogy átgondolom. Itt ez egy pszichikai hadviselés volt, ez egy, mondhatnám azt is, hogy egy szisztematikusan végrehajtott leépítés, ha ezt lehetne mondani. De így utólag már nem akarok ebbe belemenni, mert annyi szép volt még utána is. Igen. Hogy ez egy, én úgy fogom fel, ez egy állomás volt, ezen túl kellett esni, és úgy gondolom, hogy kárpótoltak a következő évek. Igen. Ezért. Milyen gondolatokkal tudtál visszatérni? Hiszen ugyanabban a hajóba kellett beülnöd. És gondoljunk bele, hogyha 88-ban ez az egy gondolatám, hogy valaki megy edzésre, és megy a négyes hajó nélküle, és csak azt látja, hogy én nem ülök benne. És ugyanabban a csapatban visszatérni. Hogy lehet ezt pszichikailag feldolgozni? Hát igen, ez egy következő lépcsőfok volt. Ha most azt mondom, hogy úgy kerültem ki a négyesbe tényleg, hogy viszonylag egyszerűen, és úgy kellett visszatérnem, hogy a Hódosival nekem válogatóznom kellett. Tehát azért, és akkor ezt azért nem éreztem fel játéknak. Én mondtam is a Gyuzsónak, hogy mondom, most miért kell nekem válogatóznom, mert itt vagyok, folyamatosan 1-3-ban vagyok, 501-esben, 500 párosban, 1-2, úgyhogy én bizonyítottam. És akkor mondja, hogy ne figyelj, ne foglalkozz vele, ezt úgyis megnyered, aztán kész. Így is lett, de azért mégis azért az ember sértve érezte magát. Úgyhogy egyébként őket nem érdekelte semmi, csak menjen a négyes. Most, hogy kiül benne, vagy hogy hányadik helyen ül, az majdnem mindegy is. Ugye, mivel nyertetek 91-ben is, számunkra természetesnek tűnt, hogy Barcelona megvan. És azt nem mondom, hogy toronymagas esélyesként érkeztetek ki, mert a németek erősek voltak, mint mindig. És mindig csak hajszál döntött, de hála Istennek a jobban felkészült, taktikusabb magyar négyes javára. Barcelonában viszont fordult a helyzet. Hát igen, ez egy elég nehéz verseny volt. Azt kell mondjam, hogy nagyon jó felkészültek belőlünk. Tehát ugye mi szisztematikusan ugyanazokat a programokat hajtottuk végre nemzetközi versenyen, világbajnokságon, és ugyanazt csináltuk az olimpián is. Annyi volt az egész, hogy ők mindig előttünk voltak egy lépéssel, és így a célba is. De hozzáteszem, hogy én úgy gondolom, hogy nem vesztettük el ezt az aranyérmet, mert egyrészt kicsi volt a különbség, meg nagyon jó időt is mentünk. És ha megnézzük azt, hogy a bronzérmes szlovákok hol voltak mögöttünk, akkor azt mondhatjuk, hogy házi versenyt rendeztünk. Igen, tehát ez a 7-10, de ez azért, igen. Hogy lehetett ezt túlélni? Megint csak azt mondom, nyilvánvaló, hogy akkor még céljaid voltak. Mi azt gondoltuk, hogy 96-ig kitart, aztán 94-ben visszavonultál. Miért? Hát én is úgy gondoltam, hogy Athénig elmegyek, de aztán hát elfáradtam. Ugyanúgy voltam, mint most a Gyurta Dani, hogy az ember érzi azt, hogy meddig tud profi szinten gondolkodni. És nekem az a 20 év, úgy is éreztem, hogy ebből ez már nekem elég. Az edzőségre gondoltál egyébként? Tehát előkészítetted magad? Gondoltam rá, sőt, ugye mi egy évet visszamentünk Győrbe, mert Fehérváron megszűnt a köfém. Igen. Akkor az Alba Vízi Sport Egyesület volt egy évig, és akkor egy évet visszamentem Nándival együtt. És
Egyébként gondolkodtunk, mert amikor abba hagytuk Győrbe, akkor megkerestük a VVS-t, de akkor nem volt ránk szükség. Úgy gondolták, hogy nem kell ide kajakedző, és vagy lehet, hogy felkavartuk volna az állóvizet, nem tudom, de mindenképpen célirányosan álltunk volna hozzá a dolgokhoz. Aztán úgymond kiköpött a boly, és belevágtam a privát életbe. Igen, a Fidel Café, erről fogunk beszélgetni. Ugyanakkor nekem feltűnt, hogy ugye gyönyörűséges ifjú hölgyel érkeztél ide is, és még néhány esztendeje azt olvastam, hogy Fanni a reménység, hiszen egy rendkívül tehetséges kajakosnak indult. Pátyolgattad a pályafutását, és most viszont, ahogy hallottam, nagy meglepetésen, hogy már nem kajakozik. Igen, jól indult ez az egész egyébként, és viszonylag gyorsan, és jól fejlődött. De aztán, ami egy ideig az előnyére vált, az utána a hátrányára. Tehát az, hogy én vagyok az apukája, aztán nem vetített rá jó fényt, mert kikezdték a többiek. De hát ugye ezt túl kell élni, ez nem csak itt van, ez mindenhol. Tehát, és mert ugye arról szólt a történet, mert én vagyok az apukája, kajakos világbajnok, és hogy ő vele kivételezve van, meg mit tudom én, de mindegy is nem kell ebbe belemenni, és ő egy kicsit úgy gondolom, hogy korán engedte el ezt az egészet. És most már csak így, vagy hobbi szinten nekem segít, majd gondolom lesz ez is kérdés a világpolkitavon, most már nekem segítkezik, egyébként magán szférába edzeget. Helyes egyébként is, ezt játékosan jegyzem meg, túlságosan szép kajakosnak. No. De hát tudunk ilyenről. Igen, akkor a Fidel Café. Tehát rendben van, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy ez egy remek vállalkozás. Ez kényszer volt, vagy úgy gondoltad, hogy ez biztosíthatja a jövőt számotokra, a családot számára? Hát akkor ez még nagyon távlati volt, ugye most már több mint 20 éves a cégem. Tök véletlenül alakult így, hogy én automatákkal kezdtem foglalkozni, de nagyon szerettem, a mai napig szeretem, mert érdekel. Aztán ebből egy jó kis családi vállalkozás alakult. A feleségem Évi is a cégben tevékenykedik, most már nem kis ideje. No, akkor megérkeztünk egy barátodhoz, aki nem sokára szintén a vendégem lesz, hiszen együtt kaptatok miniszteri elismerést, állami kitüntetést. Szipola Tóniról beszélek, Vitáklub Sportegyesület. Ugye felkaptuk a fejünket, hogy itt van nekünk egy tavunk, kicsi, de a miénk, és ráadásul most ugye felújították, a csónakázótorról beszélek, és én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus gondolat és ötlet, hogy itt egy kicsit kajakozni, tanítani a székesfehérváriakat. Igen, ez egy mindenképpen egy jó gondolat. Tóninak ez már régi szíve ügye volt, ez a kajakozás itt a Vidámparkban. Most ez egy jó lehetőség volt, hogy az önkormányzat felújította és rendbe tett a tó és környékét. És ugye ez egy... Ő ezt már több éve futtatta, ezt a tendert, hogy ez itt mindenképpen újra kellene indítani. Ez most sikerült. És hál' Istennek az önkormányzat nagyon-nagyon-nagyon sokat segít nekünk ebben, és támogat minket a Kajakenő Szövetséggel egyetemben. Egyéb terveid, milyen terveid vannak? Hát, ha most azt kérdezed, hogy én világbajnokokat akarok kinevelni, vagy olimpiai bajnokokat, ez szerintem most még annyira távlati lenne, hogy csak na. Én elsősorban az lenne a fontos, hogy a gyerekeket egy viszonylag jó rendszerbe beilleszteni, hogy egy tartalmasan töltsék el azt az időt, amikor nálunk vannak. Legyen rendszer az életükben, amit már mondtam is. Úgyhogy per pillanat most ez lenne a legfontosabb. Meg hogy edzeni, megtanítani őket. Igen, ez nagyon fontos. A rendszeresség, a fegyelemre szoktat. Én azt gondolom, igen, hogy az iskolában is nagy hasznát veszik a pedagógusok, a szülők és maga a gyermek is. Hála Istennek azért jó úton haladunk azzal, hogy ti is itt vagytok. Azt gondolom, hogy ez egy remek program lesz. Nos, én büszke vagyok, büszke valamennyi médiacentrumos kollégám, és azt hiszem, hogy büszke valamennyi székesfehérvári.
Nagyon jó, hogy itt voltál köztünk, és nagyon jó, hogy itt vagy továbbra is, és bizakodva várjuk, hogy a csónakázó tó megteljék a kajakkenúzni vágyó fiatalokkal. Köszönöm szépen, még egyszer gratulálok. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Fidel László volt, ötszörös világbajnok, olimpiai ezüstérmes kajakkenus, aki nemzeti ünnepünkön március 15-éhez kapcsolódva a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozatának elismerését kapta. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.